Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti TV hírműsorát látják. A Momentum és az LMP is felmérte, hogy aki kimarad az ellenzéki összefogásból, az valójában jól jár, mondta Fodor Csaba, a Nézőpont Intézet ügyvezető igazgatója. Az elemző szerint ki lehet mondani, hogy a 2014-es választás után kialakult ellenzéki együttműködési modell nem életszerű. Ezt az egyes szereplők is felmérték, és valószínűleg rájöttek arra, aki kimarad egy esetleges osztozkodásból, az jól járhat, fogalmazott. Az egyéni túlélési stratégiák kerültek előtérbe a demokratikus koalíció vezetőjének. Gyurcsány Ferencnek az a célja, hogy saját jogon frakciót alakíthasson a parlamentben. Az előző választáson együttműködő ellenzéki pártok azért dolgoznak, hogy szinten tartsák a támogatottságukat, míg a Momentum és az LMP azt tartja szem előtt, hogy ne közösködjön a többi párttal, közölte Fodor Csaba. A BKV és a BKK szakemberei mindent megtettek azért, hogy a legkisebb fennakadással járjon a 3-as metró felújítása, mondta a főpolgármester. Talós István hozzátette ugyanakkor, be kell látni, hogy egy ekkora felújítást a városban észrevétlenül nem lehet megtenni. A 3-as metró északi szakaszának felújítása miatt pótlóbuszok járnak szombattól a metróvonalán. A munkálatok várhatóan 2018 végéig tartanak. A főpolgármester úgy fogalmazott, a politikában sokan abban reménykedtek, hogy nem tudják elkezdeni a metró felújítást. Most a felújítás megindulásával hónapokig arról beszélnek majd, hogy a fővárosban közlekedési káosz van, tette hozzá. Már középtávon is, de hosszú távon mindenképpen drasztikusan csökkenhet a várakozási idő a rendelőkben az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térnek köszönhetően, mondta Vartus Gergely, az e-health koordinációjával megbízott miniszteri biztos. Elmondta, a receptek felírásától a kiváltásukig minden mozzanat elektronikusan történik az új rendszerben, ugyanakkor 2018 végéig még a hagyományos papírra írt recepteket is megkapják a betegek, utána pedig kérésre lesz továbbra is hozzáférhető a papírra írt vény, fűzte hozzá. Vartus Gergely szerint a rendszer november 1-jei bevezetésekor volt némi fennakadás, de ez sem a betegellátásban, sem a gyógyszerek kiadásában nem okozott leállást. A vádirat ismertetésével megkezdődött a Kun Mediátor ügy elsőfokú tárgyalása. A büntetőper egyetlen vádlottja a 64 éves Karcagi D. Sándorné volt cégvezető, aki az ügyészség szerint üzleti tevékenysége során pénzügyi jogsértések sorozatát követte el. A vádirat felolvasásakor az ügyész közel 2 órán keresztül sorolta a nevét annak a 767 embernek, akiket a vádlott kedvező pénzügyi befektetési lehetőséget kínálva tévedésbe ejtett, és összesen több mint 12 milliárd forinttal károsított meg. A vádirat szerint az egyebek mellett csalással, sikkasztással vádolt Bróker Marcsiként ismerté vált nő a Kun Mediátor Kft. Vezetőjeként úgy tévesztette meg ügyfeleit, hogy a cégnek nem volt engedélye pénzügyi szolgáltatói tevékenység folytatására, csupán utazás szervezésre és valutaváltásra. Az ügyfelek befektetés céljából átvett pénzét nem helyezte el pénzintézeteknél, a pénzt részben saját és családja életvitelének költségeire, részben a sértettek egy körének kifizetésére fordította. Külpolitikai híreink. A spanyol kormány tiszteletben tartja a belga igazságszolgáltatás döntését, közölte Soraya Sáenz de Santamaría, a spanyol miniszterelnök helyettes. Mivel egy olyan demokratikus rendszerről beszélünk, mint a spanyol, maximális tisztelet jár a bírói döntéseknek Spanyolországban, Belgiumban és minden államban, amelyben tiszteletben tartjuk a hatalmi ágak szétválasztását és a bírói függetlenséget, mondta Soraya Sáenz de Santamaría. A miniszterelnök helyettes arra reagált, hogy egy belgiumi vizsgáló bíró feltételesen szabadlábra helyezte Carles Puigdemont volt katalán elnököt és feloszlatott kabinetjének Belgiumban tartózkodó 4 tagját, akik ellen európai elfogató parancsot adtak ki Spanyolországban. A dél-európai országban egyebek mellett lázadás, zendülés és hűtlenkezelés miatt indítottak ellenük büntetőeljárást. A volt katalán kormány 8 tagját múlt csütörtökön előzetes letartóztatásba helyezte a spanyol központi büntetőbíróság. A Heti TV is beszámolt arról, hogy őrizetbe vették Szaúd-Arábiában az olajmonarchia királyi családjához tartozó 11 herceget, 4 minisztert és mintegy 30 volt minisztert, akiket pénzmosással, közpénzsikkasztással és korrupcióval gyanúsítanak. Az SPA állami hírügynökség hétfőn azt írta, hogy a szaúdi király rajtuk kívül Abdullah as-Szultánt, a haditengerészet főparancsnokát is menesztette posztjáról. Ugyanakkor Salman bin Abdelaziz, szaúdi király az őrizetbe vett 4 miniszterből, 2-nek már megtalálta az utódját. A
szaudi nemzeti gárdáért felelős új miniszterként Khalid bin Ayyaf al-Mukrin herceget, míg új gazdasági tárcavezetőként Mohamed al-Tuwaijerit nevezte meg. Az ügy furcsasága, hogy a letartóztatásokról döntő korrupcióellenes bizottságot csupán néhány órával az őrizetbevételek előtt hozták létre sajtóhírek szerint, így a testületnek hosszas vizsgálódásra nem volt lehetősége. A bizottság a 32 éves trónörökös vezetésével alakult, Mohamed bin Salman így igyekszik megszilárdítani az uralkodó Salman bin Abdel Aziz király és saját erőterét a reform törekvésekkel szemben. Szaúd-Arábiában egyre többen vélik úgy, hogy ideje az országot felkészíteni a nem is oly távoli jövőre, amikor a kőolaj már nem lesz jelentős bevételi forrás. Az egykori amerikai külügyminiszter szerint a zsidó állam létrehozásáról szóló dokumentum a világ békét szolgálta, írta az Allgemeiner.com. A Balfour nyilatkozat jelentősége bőven túlmutatott a közvetlen céljain, hangsúlyozta nemrég közölt írásában Henry Kissinger, az Amerikai Egyesült Államok egykori külügyminisztere. Egy kiemelkedő világrend alapító dokumentumává vált, tette hozzá a népszerű Nobel-békedíjas diplomata és politikus, amikor a modern Izrael létrehozásáról szóló levél jelentőségét hangsúlyozta. 25 év után látogatott izraeli elnök Spanyolországba a kapcsolatok 30. évfordulójának a felvétele alkalmából. Ruven Rivlint 6. károly spanyol király fogadta Madridban, írta az Izrael Hajom. A portál összeállítása szerint a zsidó államfő nem csak a diplomáciai kapcsolatok felvétele kapcsán érkezett az országba, hanem hogy a zsidók 1492-es elűzése után 1917-ben nyitottak újra zsinagógát Madridban. A helyi zsidó közösség vezetője egyébként az elmúlt hetek katalóniai válsága során végig kitartott amellett, hogy Spanyolországnak egységes államnak kell maradnia. Gazdasági híreink. Magyarország stabil alapokon áll, ami nagy mértékben annak köszönhető, hogy 2010 után megváltozott a gazdaságpolitika, és ez az államadósság kezelésén belül a nemzeti érdek érvényesítését és a belföldi szereplők súlyának növelését hozta, mondta Barca György, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója. Az államadósság szintje is a 82%-os GDP arányos szintről 74%-ra csökkent, mutatott rá az AKK vezérigazgatója. Az új gazdaságpolitika eredményeit sorolva Barca György arra is kitért, hogy az államadóság deviza aránya megfeleződött, a külföldi befektetők kezében lévő állampapírok aránya 2/3-ról 1/3 közelébe csökkent, kiépült a lakossági állampapírpiac, amelyről korábban azt állították sokan, hogy nem lehetséges, az ország pedig visszakerült a befektetésre ajánlott kategóriába. Jeff Bezos, Amazon vezér az elmúlt héten 1 millió darab Amazon részvényt adott el, adta hírül a Bloomberg az amerikai tőzsdehatóság információi alapján. Bezos a teljes részesedésének 1,3%-át értékesítette nagyjából 1,1 milliárd dollárért, de így is 16,4%-os részesedése maradt a cégben. A tranzakció nem lephette meg a piacokat, mert Bezos már áprilisban bejelentette, hogy 1 milliárd dollár értékben elad a cégéből, mert a bevételből finanszírozva a Blue Origin nevű civil űrutazás projektjét. Ezzel az Amazon részvények árfolyamának emelkedésével Jeff Bezos Bill Gates-et megelőzve ismét a világ leggazdagabb embere lett, 94,6 milliárd dolláros vagyonával. Bill Gates a második 88,4 milliárd dollárral, a harmadik Warren Buffett 80,4 milliárddal. Sporthíreink. Szélesi Zoltán és a válogatott játékosai megkezdték a felkészülést a csütörtöki Luxemburg elleni barátságos mérkőzésre. A hétfői sajtótájékoztatón elmondta az ideiglenes kapitány, hogy a jövőre munkába álló George Likens mindent tudni akar a magyar futballról, és lelkesedését alátámasztja az is, hogy jelen volt a hétfői tréningen Telkiben is. Rengeteget beszélgettünk a szövetségi kapitánnyal, azt kérte, minden ismert információt osszak meg vele a játékosokról, a magyar futballról, az itteni kultúráról. Számára az a legfontosabb, hogy minél előbb megismeri a játékosokat, de természetesen sokat számít a véleménye, ezért kikérem a tanácsait, hiszen egy rendkívül tapasztalt szakemberről van szó, mesélte a jövendőbeli szövetségi kapitányról Szélesi Zoltán, akivel a jelek szerint jól megértik magukat. Híreinkről bővebb információt a www.briarpress.com, illetve a hetitv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Köszöntök minden kedves nézőt! Kedden már nekifuthatunk a hétnek, ugye? Pár nap, és újra itt a szombat.
Szokatlan módon a kissé megosztik az ország nyugati és keleti területeinek időjárásképe, erősen felhős és kisebb esők előfordulhatnak az előbbin, míg az utóbbin változóan felhős és napos időszakok lesznek. Ezért is, és még egyéb dolgok miatt is van a legjobb fekvése Budapestnek. 12 fokos maximummal számolhatunk ma. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra holnap!